Anna, gyerünk, gyerünk, de... 2019-ben adták át Bonyhádon a felújított sportlétesítményeket. Hadsávos pályát is kiépítettek. A Covid idején kívül azóta minden évben versenyt szervez a Bonyhádi Atlétikai Klub. Közel 400 indulóval az U12-es korosztálytól a felnőttekig, Budapesttől egészen Kiskunhalasig, Kaposvár, és a környékben egyesetek versenyzői vannak itt. Nagyon örvendetes, hogy a 12 éves korosztályban nagyon nagy létszámmal indultak az egyesületek. Igyekeztünk jó színvonalon megcsinálni a versenyt. Itt a kollégáim, ahogy mondták, a maga létesítmény rendkívül színvonalas. A kupán, a hazai pálya azért meghozta az előnyét, meg annyi remek eredmény született a bonyhádi sportolóktól. És a többi korosztályban is, a U14, U16-ban a Hornak Enikő tanárnő, a Bordás Díja kolléganőnek a tanítványai, aztán az enyémek is, ők a U18-asok ifjúsági junior korosztályban versenyeznek. Jó lehetőség nekik felmérni a országos bajnokság előtt, hogy hogy állunk a felkészülésben. Máté Patrik a bonyhádi csapat egyik legtehetségesebb atlétája, hiszen többszörös országos bajnokként érkezett, ugyanakkor erről a megmérettetésről vegyes érzelmekkel telve távozhatott. 80 méteres távolugrás. 80 méterben első láttam, távolugrás abszolút pedig azt hiszem 6. 80 méterem 9.70 lett, és a távolugrás 5.39. Sokat készültek erre az alkalomra, kicsit csalódott, hogy nem sikerült olyan eredményt elérnie, amit igazán szeretett volna. Nem sikerült egyéni csúcs, a 80 méterrel elégedett vagyok, de a távolugrás most nem sikerült. De azért jó eredmény az 5.39. Az égiek nem voltak túl odaadóak, hiszen hosszabb szünetet kellett tartani a nagy esőzés miatt, de azért ez sem vette kedvét sem a szurkolóknak, sem a sportolóknak.